kamaraerdő ad otthont az idei országos curling csapatbajnokságnak Magyarország egyetlen hivatalos curling csarnokában. A tét, mint mindig, igen nagy, hiszen a játékosok már a januári világbajnokságra, majd az olimpiára készülnek. Jelenleg az országos csapatbajnokság B-ligája vette kezdetét, ahol 7 csapat küzd a feljutásért. Ennek a különlegessége, hogy női, férfi csapatok vegyesen vesznek részt a bajnokságban, illetve egy nemzetközi horvát csapat és egy kerekesszékes csapat szerepel a bajnokság folyamán. Ők nem seprűvel csúsznak ki, hanem egy fix pozícióból, a tolószékből egy ilyen speciális eszközzel csúsztatják el a követ. A curlinget Skóciától kaptuk ajándékba. A skótok már 4-500 évvel ezelőtt is tologatták a jégen a méretes gránitköveket. A világon a legtöbben mégis Kanadában űzik ezt a sportot, az ország 1,5 millió leigazolt curling játékossal büszkélkedhet. Régi vadászati sport volt a 15.-16. században, még nyílt tavakon, nyílt befagyott tavakon játszották ezt a játékot, és mindmáig ott az egyik legnépszerűbb, de talán most már Kanadában mind a legtöbb igazolt versenyző, mind pedig a legtöbb dedikált curling pálya, hát ugye a méretéből kifolyólag nyilvánvalóan jóval nagyobb ország. Élmezőnybe tartoznak még a svédek, norvégok, tehát tradicionális északi országok, de Magyarország is vegyes páros szakákba igen előkelő pozícióban képviselteti a hazánkat curling szempontjából, ugyanis kétszeres világbajnokok vagyunk a Palancsa Dorottya Kis Zsolt páros révén, illetve ezüstérmesek a Szekeres Ildikó Nagy György páros révén. Hivatalosan 1989-ben alakult a szövetség, de 2003-tól bonyolítunk le országos bajnokságokat. 2005-től létesült ez a Kamaraerdei Curling Klub, ahol most is vagyunk. Mindmáig ez az egyedüli magyarországi dedikált curling pálya. Azért mondom, hogy dedikált, mert nem azonos a jégkorong jéggel, tehát ilyen desztillált vízbuborékok vannak például a tetején, emiatt körülbelül 3-4-szer jobban csúszik, mint egy hoki jég, de más egyéb eljárás is van, ami megkülönbözteti a hoki jégtől, és 2005-től itt bonyolítunk le országos bajnokságokat. És hogy hogyan is játsszák a játékot? Két négyfős csapat felváltva csúsztatja köveit a célmező felé. A cél, hogy minél több követ helyezzenek el a házban, azaz egy kijelölt körben. Hasonlóan a sportlövészethez, a kör közepéhez kell célozni, annyi különbsége, hogy itt elég a körbe beletalálni, és ahány kövünk jobb, mint az ellenfél legjobb köve, annyi pontot írunk az úgynevezett end, tehát a játszma végén. Minden játszmában 8-8 kő van a tradicionális curlingben, ami a női és a férfi csapat, ez az országos csapatbajnokság B-ligája is ilyen, és minden játékosnak 2-2 köve van. Tehát a 16 kő után nézzük meg a körben az állást, és amelyik kő, amelyik csapaté a legjobb kő, az szerez pontot, és annyi pontot szerez, ahány köve jobb, mint az ellenfél legjobb köve. A kő pedig, ahogy mondod, elég speciális, ez egy egyedi, közel 20 kilós gránitkő, amit a világon két helyen bányásznak, tehát ennek a beszerzése és a pótlása is igen nehézkes. Bár nem egy új sport, sokaknak még mindig nem cseng ismerősen a curling szó. De ha annyit mondok, hogy ez az a jeget sikáló sport, akkor a legtöbbeknek mindjárt beugrik. A mókás eszköznek pedig hatalmas jelentősége van, hiszen ezzel lehet manipulálni a kő útját. Általában mindenki a sikálásról, a takarításról szokta megismerni, és amikor sportág népszerűsítő rendezvényeket tartunk, például a válasportot Újbudán szezon elején szeptemberben szokott megrendezésre kerülni, vagy más rendezvényre megyünk, és ezt kipróbálják a résztvevők, akkor azért mindenki elképet, hogy ezért ez mégsem egy otthoni takarítás, hanem talán annál egy kicsit komolyabb. A söprés arra szolgál, hogy a kőnek az irányát, hosszát, sebességét tudjuk megnyújtani, befolyásolni, tehát ezek olyan dobástípusoknál szükségesek, ahol nagyon precízen kell találni egy követ, tehát mondjuk ütésnél,
vagy egy úgynevezett gárd, tehát egy védőkő mögé be kell bújni, el kell bújni mögé, és ugye ilyenkor egy pár milliméter dönt, hogy el tud-e menni a kő mellette, vagy nem. Tehát ilyen apróbb nüanszokra használják ezt. A seprűvel ezeket a desztillált vízbuborékokat olvasztjuk meg valójában, ezért később kezd el fordulni a kő, minél erősebben, minél tovább söpörjük, annál hatékonyabb lesz a söprés. Profi szinten azt szokták mondani, hogy 3-4 méterrel is befolyásolhatja a hosszát, ha a hossza miatt söprünk. Alapvetően ez egy technikai sport, ilyen leegyszerűsítve a jégsakjának is szokták nevezni, tehát elég sok stratégiai elem van, különböző állásokat kell meglátni, de azért az élmezőnyben már komoly fizikai felkészülés zajlik, mind száraz edzés, mind sok jeges edzés igényeltetik. Emellett például mi vegyes párosaink is pszichológusokkal, dietetikusokkal dolgoznak, tehát komoly stáb veszi már körbe, úgymond a curling elmezőnyét is. Az elsőre egyszerűnek tűnő sport nagyon is sok gondolkodást, stratégiai tervezést igényel, és néha jól ki is lehet melegedni benne. Minden dobás egy kicsúszással kezdődik, ugye mély támadóállásban kell lenni, majd a kő nélkül megtartani ezt a testhelyzetet. A második ugye a söprés, ahol ugye a váll, kéz, derék, hát, tehát majdnem a teljes test dolgozik, illetve az, hogy egy mérkőzés hossza körülbelül 2-2,5 óra, mínusz 4 fokban zajlik, tehát már ez maga is ugye egy fizikai kihívás, illetve az, hogy több gondolkodás után higgadtan, alacsony pulzussal kell nyugodtan dobni akár egy lassú követ, tehát igazából ez a pulzus, nyugalmi pulzus visszaállása a nagy feladat, ezért is végeznek mondjuk ilyen sok intervall edzést, ahol edzés hatás után gyorsan le kell nyugodni. A curling sport két legfontosabb ismérve, hogy hidegben mínusz 4 fokban játsszák, és hogy a pálya még a hagyományos jégnél is csúszósabb. Ezért kell a különleges kétféle talpú cipő. Curling cipő, ami speciális, az ilyen tapadó alja van a curling cipőnek, úgynevezett grip, és akkor ezt veszik le vagy föl a versenyzők attól függően, hogy éppen kicsúsznak, és akkor ugye a csúszó talp szükséges, vagy a söpréshez általában a tapadó aljzat kell. Emellett meleg ruha igényeltetik, a felső ruházatban nyilván egy több réteges öltözet, de ebben ilyen speciális irányvonalak nincsenek. Magyarországon 150-200 közé tesszük az igazolt versenyzők számát. A négy legnagyobb országos bajnokságunk, ami világversenyre is kvalifikál, az a női, illetve a férfi csapat, és ezen túl pedig a más sportágban is divatosnak ítélhető vegyes páros, illetve vegyes csapat. A szövetségnek a fő célkitűzése, hogy a Budapest központúságot egy picit, ha nem is megszüntesse, csak a vidéki tömegbázisok felé is nyissunk. Ennek két ékes példája például Tatabánya és Sátoralja új hely, ahol elindult egyfajta mozgolódás, kupák, illetve ilyen havi egy-két edzéssel az instruktor kollégákkal dolgozunk azon, hogy pár év múlva ők is mondjuk itt az országos csapatbajnokság B-ligájába tudjanak szerepelni. Ehhez azonban curling pályákra lenne szükség vidéken is. Ebből azonban nagyon kevés van, így a hivatalos pályára nagy vonalakban hasonlító jégpályákon edzhetnek a vidéki játékosok. Dedikált curling pálya még csak itt van Budapesten, a kezdeteket el lehet sajátítani jégpályán is. Viszünk oda mobil dolgokat, tehát például ahonnan kicsúsznak ez az úgynevezett hack, ezeket gyorsan le lehet fúrni, illetve festünk fel ilyen curling házakat, vagy a jég alá olvasztjuk be a házat a szezon elején, amikor ugye árasztanak, illetve seprűket, csúszótalpakat, köveket viszünk le idéglenesen, itt megtanulják az alapokat, és ha ennél valaki tovább szeretne fejlődni, akkor pedig ezt jelenleg itt Budapesten a Kamara Erdély Curling Klubba tudja megtenni, de a fő célkitűzésünk, hogy infrastruktúrális fejlesztés gyanánt további curling pályák is épüljenek.
A curlinget nem űzik tömegek itthon, viszont különlegessége miatt fiatalokat is vonz. Leginkább a fiúk, lányok alkotta vegyes páros népszerű a körükben, hiszen így izgalmasabb a játék. Ráadásul a magyarok ebben a formációban a legjobbak. Tradicionális négy főhöz képest két fő alkotja a csapatot, párost, egy női és egy férfi játékos van. Nem 8 kővel, hanem 5 kővel játszanak. Nem ilyen úgymond üres pályával kezdődik az adott játszma, hanem vannak ilyen előre felállított kövek, ami már egy picit még jobban ugye nehezíti az kiindulási állást. Tehát egy picit gyorsabb, egy picit különlegesebb, és talán az eleje egy picit ilyen furfangosabb, nehezebb. A fiúk és a lányok jól működnek együtt? Jól működnek együtt, de ez az egész curlingre elmondható, hogy ez a női-férfi ötvöződés, ez például itt az országos csapatbajnokság B-ligájában is láthatjátok, hogy női-férfi csapat egymás ellen játszik. Vannak ifjúsági csapataink is, most lesz például pont a következő világbajnokság január elején a fiú, illetve lány világbajnokság, ahol a B csoportban szereplünk, viszont itt a B csoport élmezőnyében tartoztak az utóbbi években főleg a hölgyek, akik két negyedik, illetve ötödik helyezést szereztek, tehát itt is rá is esély van a legmagasabb osztályba való feljutásra. A curlinget azonban nem csak profik űzhetik. Nyílt napok alkalmával lehetőség van arra, hogy egy teljesen kezdő is belekóstoljon, illetve később alaposan bele is tanuljon a sportágba. Több rendezvény alkalmával szokott az lenni, hogy valakinek megtetszik, és akkor lejön egy-két nyílt napra, csatlakozik egy-egy csapathoz. Ugye a csapatok is keresnek játékosokat, hiszen ugye nagy a fluktuáció, illetve nehéz új játékost bevonni. Ez egy ilyen 4 órás, úgymond ilyen gyors talpaló tanfolyam, ahol megtanulják az elméleti alapokat, gyakorlati alapokat, és tudnak játszani is, és ezt követően ugye a helyszíni instruktorok segítségével tudják becsatornázni a játékosokat, vagy hogyha egy teljes csapat, akár 4 ember összeverődik, akkor második alkalomtól akár már ők is tudnak jeget bérelni, és akkor 1-1,5-2 órát tudnak edzeni, akár az elején ilyen instruktor vagy edző segítségével. Most azonban az élsporton van a figyelem, hiszen a VB címmel büszkélkedő magyarok már az olimpiára való kijutást is célba vették. A legnagyobb eredményünk közé a kétszeres világbajnoki, vegyes páros világbajnoki aranyérem tartozik, amelyet Palancsa Dorottya és Kis Zsolt szerzett meg, illetve világbajnoki ezüstérmes ugyanebben a szakákban a Szekeres Ildikó Nagy György páros, de emellett, amit még nem említettem, hogy Nagy Laura az ifjúsági olimpián szintén aranyérmet nyert vegyes párosban kanadai partnerével, de a fő célkitűzés vegyes párosban az olimpiai részvétel, ami sajnos most nem jött össze, de mind a világranglista alapján, mind a nemzetközi tornákon, mind pedig itt az olimpiai kvalifikációs tornán is az látszik, hogy az élmezőnytől csak egy picit vagyunk lemaradva, tehát ilyen 10 és 15. hely között végzünk, és ugye a top 10 jut ki az olimpiára, tehát erre továbbra is én azt gondolom, hogy reális esély van, és a következő ciklusban is azon fogunk dolgozni, hogy ez az egyik vegyes párosunknak sikerüljön.